Tbilisiben meglátogattam a Szukisvili grúz nemzeti balettot. A bemutatójuk egyesíti a néptáncot, a klasszikus balettot és a modern tánc elemeit. Az egész 70 évvel ezelőtt kezdődött családi vállalkozásként. Egy házas pár alapította a társulatot. A balett túlélte a sztálini Szovjetunió terrorját, a hidegháborút és a Szovjetunió szétesését is. Majd nemzetközi társulattá nőtte ki magát. A férfiak villámgyors forgása, akrobatikus ugrásai minden generációt lenyűgöznek. A társulat a világ nagy színpadai lépett már föl. Mára az alapítók unokája viszi tovább a hagyományt, Ilikó Szukisvili a fő koreográfus, míg testvére Nino az általános igazgató, ő felel a kosztümökért is. Az előadás bemutatja a szokásokat, hagyományokat, öltözködést és a történelmet is. Ez mind tükröződik a táncban. A grúz tánc nagyon népszerű hazánkban. Nem is ismerek más olyan országot, ahol ennyire népszerű lenne a néptánc. Lássuk a táncosokat! David Csanisvi 8 éve táncol a társulatnál. Mi a legnehezebb? Minden nap 6 órát gyakorol, este pedig a színpadon táncol. A grúz tánc nagyon különleges. A férfiak lábujjhegyen táncolnak, de nincs védő a lábukon. Ez nem olyan, mint a balettcipő, csak egy vékony bőrcsizma. Ez nagyon nehéz. Amikor valaki maga is kipróbál egy-két mozdulatot, akkor jön rá, hogy mennyire nehéz is ez valójában. Nem is mindenkinek sikerül. A balettban az ország különböző régióiból származó, más-más társadalmi réteghez tartozó ruhákban bemutatott hagyományos táncelemek láthatók. A hegyvidékről származó tánc például szinte olyan, mint egy valódi csata vagy bátorság próba. Ez valóban csodálatos. A Szukisvili grúz nemzeti balett lenyűgöző bemutatóját a Ríke Parkban lehet megnézni minden szombaton augusztus 25-ig. Wolfgang Spindler from Tbilisi, Georgia, for your news.